Áldott advent vasárnapot kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm körünkben F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm Sári Kovács Szilviát, alpolgármester asszonyt. Az adventi gyertyagyújtás előtt felkérem Orosz Rékát, az országos adventi szavaló verseny külön díjasát. Hallgassák meg versét. Túrmezei Erzsébet, adventi ház. Adventi házunk van sok ablakos. Minden este nyitunk egy ablakot. Benn, melegen, kis fehér gyertya lángol, és árad a fény minden ablakából. Kis ablakokkal versenyt fénylenek, csodába bámuló gyermekszemek. Ablaktábláin bíztató írás, eljö a mennyekből a messiás, s a nevét nevezik csodálatosnak, és fölemeli, akit megtaposnak. És a békesség fejedelme lesz, szabadulást hoz, életet szerez. Telnek a percek, múlnak a napok, sorra kinyílnak mind az ablakok. Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. Hívnak, bíztatnak, csodákat beszélnek. Mi áhítattal álljuk mind körül. A ház sugárzik, és a szív örül. Fehér falára festve sok gyerek, mind Betlehem felé igyekszenek. Havas fenyő közt, kigyalog, kiszánon. Kéz a kézbe, hogy kiskezük ne fázzon. Sietve mennek, mint a pásztorok. Piros orcájuk, bízva mosolyog. De én egy másikat is ismerek. Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. Van-e gondom sok sötét ablakára? Hiszen itt a karácsony nem sokára. Nyitom-e sorra minden egy napon? Krisztusra váló lélekablakom. Mert az a lelkem is. Adventi ház. És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, olyan sötét lesz majd karácsony estén. A fényt, vigaszt hiába is keresném. Ha majd minden szem, minden szív ragyog, akkor siratnám, hogy sötét vagyok. Sötét lelkemen sötét ablakok. Táruljatok, örömre nyíljatok. Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. Ragyogjon mind a messiásra várva. Sötét adventi ház, sok ablakos. Minden este nyíljék egy ablakod. Köszönjük szépen Rékának, és felkérem F. Kovács Sándor urat köszöntő beszéde megtartására, illetve a második gyertya meggyújtására. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és amikor itt körbenéztem, azt láttam, hogy nagy az izgalom. Valakit várnak. Én örültem, hogy lehet, hogy engem várnak, de ahogy nézegettem az arcokat és a mosolygó szempárokat, láttam, hogy nem egy ilyen öltözékű embert várnak, hiszen nem fekete kabátosat, hanem piros ruhásat, lehet, hogy szánnal érkezőt, vagy kocsival érkezőt, és nagyon készültem, hogy egy komoly beszédet mondok itt az adventi gyertyagyújtásról és a most következő gyertya meggyújtásáról, de azt látom, hogy a közönség soraiból már az izgalom valaki mást vár. Nem tudom, tudjátok-e, hogy kit vártok itt most nagyon? Így van, elhangzott, és én Kenderesről jöttem, és az úton már láttam a Mikulásnak ugyan nem a szárnyát, mert nincs nagy hó, hanem láttam a lovaskocsiját, mert Karcagon kivilágított lovaskocsival jön a Mikulás, és nem soká ide fog érni. Én szerintem, mire meggyújtom a második gyertyát, addigra megérkezik, és a jó gyerekeknek ajándékot, a rosszaknak, pedig itt nincsenek rosszak, azoknak virgácsot hoz. Én kívánom azt, hogy minden kicsi gyermeknek, minden fiatalnak, minden testben vagy lélekben fiatalnak,
nagyon sok áldást és ajándékot hozzon a Mikulás, és kívánok mindenkinek boldog, békében telő adventet és áldott karácsonyt, és akkor nekem már nincs más feladatom meggyújtani a második gyertyát, hogy a Mikulás, amikor a szánnal ide érkezik, akkor lássa, hogy pontosan ide a karácsonyfához kell leszállnia, úgyhogy várjuk, és hogyha tudunk neki énekelni valamit, csalogassuk majd elő.